Köszöntöm nézőinket, Tellen a magazinunkat látják. Két új játszótér épül még idén Tolnán, és mindkét civilház megújul a városban. A nyertes topos pályázatnak köszönhetően a Tolnait át is költöztetik új helyre. A Martinek házat átalakítják a civil szervezetek otthonává. A terület és településfejlesztési operatív program közösségfejlesztési fejezetében nyújtott be pályázatot Tolna a civil házak felújítására és játszóterek létesítésére. Összesen nyertünk erre 250 millió forintot. Ezen belül kellett, vagy lehetőség volt úgynevezett erfás beruházások pályázatok benyújtására, és ezután jönnek majd a soft pályázatok. De a beruházásos pályázatainkat elfogadták, de gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az önkormányzat nyújtott be pályázatot a Tolnai civilház felújítására és kettő játszótér építésére, és a Tolnai Kulturális Központ pedig a Mözsi civilháznak a felújítására, és mind a kettőről megérkezett a támogatói okirat. Ez azt jelenti, hogy mivel az önkormányzatnál kicsit előre dolgoztunk, és a feltételesen már kiválasztottuk a kivitelezőt, tehát gyakorlatilag szerződést tudunk kötni a kivitelezővel, és hamarosan maga a beruházás is el fog tudni kezdődni. Tolnai civilház, ami jelenleg civilház, ez gyakorlatilag a kolostor épülethez tartozó épületben van, és az óvodán sok is jelezték, hogy részben szükségük van az épületben lévő helyre, részben pedig nem túl szerencsés az, hogy az óvoda udvaron keresztül tudják a civilek azt az épületet megközelíteni, tehát korábban felmerült már annak a lehetősége, hogy valahova máshova kéne ezt a civilházi funkciót egy másik épületbe áttelepíteni, és megkérdeztük a civil egyesületeket még korábban a pályázat benyújtása előtt, hogy mit szólnak ahhoz. És örömmel vették, hogy gyakorlatilag egy teljesen önálló épületbe tudnak ezután összejönni. Ez azt jelenti, hogy a mostani Martinek házba, ami nyilván a kiállítást ugyanúgy magába fogja foglalni, ennek a felújítása fog megtörténni, és ez a civilházi funkció oda fog átkerülni. Tehát ez gyakorlatilag az épület első részének a felújítása, és a hátsó résznek, ami már nagyon romos, és gyakorlatilag mondhatnám azt is, hogy akár életveszélyes, ennek a teljes körű lebontása, és egy ilyen udvari, féltetős, kiülős helynek a kialakítása, főzőhelynek a kialakítása fog megtörténni. Nyilván korszerűsíteni fogjuk a vizes blokkot, nyilászárót fogunk cserélni, tehát nyilván azt a funkciót fogjuk ott kialakítani, amire civilházként is majd tudják használni az egyesületek. A Mözsi civilház is ugyan 2006-ban felújításra került, de úgy tűnik, hogy az a felújítás. Ugye tudjuk azt, hogy egy idős épületnél nem elég csak egy kicsit külső homlokzaton, meg a nyilászárókon javítani, hanem egy komolyabb beruházásra van szükség, most ez fog megtörténni. Tehát gyakorlatilag az az épület is teljesen meg fog újulni, és most jelen pillanatban a civil egyesületek működnek ugyanott, de a német sváb szoba is ott kapott helyet. Tehát nyilván ez a funkció marad, és kaptunk néhány évvel ezelőtt egy hagyatékot, ami a Mösközség történetét író Varga András hagyatéka. Ez azt jelenti, hogy rengeteg könyv, tanulmány van a tulajdonunkban, ami jelen pillanatban raktározás alatt van, mert nem tudtuk hova tenni, és ott kerül elhelyezésre majd ez is. Én azt remélem, hogy a mözsiek ugyan már a könyvet kiadták, és Mösközség történetét már olvashatják, de ez így mégiscsak érdekes lesz, hogyha ezekbe az iratokba betekinthetnek. Korábban nem csak Tolnán, máshol is problémát okozott, hogy a pályázatok benyújtásának idejéhez képest annyira elhúzódott a döntés meghozatala, hogy az alatt az építőanyag árak jelentősen drágultak. Ez a városnak több 10 milliós plusz kiadást jelentett. A mostani beruházásoknál ilyen eshetőséggel nem számolnak. Korábbi pályázatainknál a nagy probléma az volt, hogy valamikor beadtuk a pályázatot, és a támogatói döntés nagyon későn született meg a pályázat megírásától. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag a pályázat megírásában foglalt határidőket tudjuk tartani. Ez azt jelenti, hogy a kivitelezőt, mivel már kiválasztottuk, és a becsült érték, amire a pályázatot benyújtottuk,
ez találkozik egymással, tehát gyakorlatilag arra az összegre kaptunk ajánlatot, amelyre a tervező beáraszta gyakorlatilag ezeknek az épületeknek a felújítását. Ugye azt nem tudjuk, mert hogy öreg épületekről van szó, hogy esetleg valami olyan előre nem látott probléma felmerül-e, amire nem tudott készülni a tervező, de én arra számítok, hogy tudjuk tartani ezeket a költségeket. A Dunapart felújításával egy valóban modern 21. századi játszótere már lett Tolnának, de ennél többet szeretnének, ezért a Vásártéren és Mözsön is épül új játszótér. Néhány évvel ezelőtt, 2015-ben a Magház és a Tolnai Kulturális Központ, tehát a Lovarda között ugyan egy kisebb játszótér megépítésre került, de teljesen igazuk volt a szülőknek, tényleg hiány volt játszótérben. Most nagyon népszerű az a játszótér, ami a Dunaparton került kialakításra. Rengetegen látogatják ezt a játszóteret minden délután, hétvégenként főleg, és nem csak tolnaiak, hanem a környező településekről is nagyon sokan jönnek ide. De nekünk nem csak az a fontos, hogy a dunapartiak, hanem a lehetőség szerint a város minden területén legyenek olyan játszóterek, amit az ott lakók tudnak használni. Úgyhogy a Mözsi Dobótéren, ahol korábban is volt játszótér, ott kerül egy játszótér megépítésre, illetve a Vásártéren, ami gyakorlatilag most is játszótérként funkcionál, van egy kis terület, és ott is lesz egy játszótér, nem akkorák, mint a Dunaparton, hiszen a terek adottsága ezt nem is teszi lehetővé, hanem két nagyon szép játszótér kerül majd megépítésre, amit remélem, hogy a tolnaiak, mözsiek örömmel fognak használni. Akár már két ilyen kis rugós játék is, akár több millió forintba kerül. Tehát az, hogy akár egy ilyen vár, amin csúszda van, kis felmászó, kis tető, kis bújócskázási lehetőség, itt már több 10 millió forintról beszélünk. Tehát mind a két játszótér nagyon komoly összegű beruházás egyébként, amit önerőből nem tudtunk volna megvalósítani. Tehát ez a pályázat, ez éppen arra ad lehetőséget, ez az úgynevezett CLLD pályázat, hogy közösségi tereket alakítsunk ki, és ezeken a tereken valósítsuk majd meg azokat a programokat, amik a pályázat második felében kerülnek majd megvalósításra. Mi azt gondoltuk, hogy a két civilházi funkció és a két játszótér az éppen megfelelő közösségi tér lesz, hogy ezeket a programokat ott meg tudják valósítani, mindamellett pedig óriási szükség van az épületek felújítására is, és a játszóterek építésére is. Mind a négy beruházás még idén megvalósul, a pályázaton belül pályázhattak és pályázhatnak is még a civil szervezetek, mintegy 80 millió forintnyi támogatásra, melyből programokat lehet megvalósítani, viszont arra kell készülniük, hogy nagyon nehéz lesz megfelelni a feltételeknek. Akkor, amikor mi ezt a pályázatot benyújtottuk, akkor nagyon boldogok voltunk, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy a civil egyesületeket is nagyobb összeggel, és az ő rendezvényeiket, programjaikat is nagyobb összeggel tudjuk támogatni. Ma, amikor a pályázatok, gyakorlatilag ezek a pályázatok kiírásra kerültek, és nem azért kerültek ilyen nagyon szigorú felhívások kiírásra, mert mi szigorúak vagyunk, hanem azért, mert az irányító hatóság gyakorlatilag iránymutatást adott arra, hogy ezek milyen pályázatok lesznek. Most azt látom, hogy nem lesz széleskörű azoknak a civil szervezeteknek a száma, akik erre pályázatot tudnak benyújtani, de én bízom abban, hogy lesz néhány olyan civil egyesület a városban, és értem ez alatt a Tolnai Kulturális Központot is, akik a kulturális programokra fognak pályázatot benyújtani, akiknek van pályázat megvalósításban, pályázat írásban gyakorlatuk, és én bízom abban, hogy ki tudjuk használni azt a mintegy 80 millió forintot is, ami egyébként önmagában egy hatalmas összeg ilyen programokra, de ki tudjuk használni, remélem, ezt a lehetőséget is. Gyakorlatilag március 14-e ezeknek a pályázatoknak a beadási határideje, ez az első fordulónak a beadási határideje, és még a nyáron lesz majd egy értékelési határnak, tehát akkor majd meglátjuk, hogy mekkora összeg marad, és nyilván segítséget nyújtunk mi a civil egyesületeknek, de arra sajnos nincs mód, hogy mi írjuk meg a pályázataikat, mi valósítsuk meg, és aztán mi is számoljunk el vele. Tehát az a klasszikus civil egyesület, ami a nagycsaládosok, nyugdíjasok, bélyeggyűjtők,
akik igaziból, tagdíjakból, adományokból tartják fent magukat, én azt gondolom, hogy nem fognak pályázni ezekre a pályázatokra, de még egyszer hangsúlyozom, mi kerestünk olyan lehetőség szerint olyan pályázókat, akik ezeket a programokat meg fogják tudni valósítani, és ebben a pályázati rendszerben van gyakorlatuk. Nagy összetartás és közösségi összefogás jellemzi Tolnát, ha társadalmi megmozdulásokról van szó. Ez alól a Teszed sem kivétel. Tolnaváros önkormányzata idén is csatlakozik természetesen az önkéntesen a Tiszta Magyarországért országos akcióhoz. Tolnán és most a március 22-én pénteken 14 órától kezdődik a központi szemétszedés, ezt követően pedig az eddigi gyakorlatot követve közös babgulyás estebéddel zárul a program, ha az időjárás engedi a Dunaparton. Most még a szemétszedési akció előtt nézzünk vissza az elmúlt esztendőkre, erőt és kedvet merítve a korábbi sikerekből az előttünk álló munkához. Egymás után töltötték meg a zsákokat a tolnai védőrök, mert hogy ők is külön csapattal csatlakoztak az idei Teszed akciósorozathoz. A központi részt a Hőségok terétől indulva a Piac tér, Árpád utcán végig, Szekszárdi utca és itt a Penny környéke az üzletsor mögött. Hát ebből rengeteget összeszedtünk már. Nagyon sok volt. A Sétáló utcán, illetve a Piac téren is volt, de ott inkább a cigarettacsik, ami számottevő volt. Tolna másodszor vett részt az országos programsorozatban. A város vezetése idén összesen 8 gyűjtőpontot jelölt ki, ahol a teli zsákokat le lehetett adni, munka pedig volt bőven. Befejeztük. Hát ez a külső rész egy jó pár utcánk volt, de De bírtuk. Hát végeztük, bírtuk, de mondhatom, hogy fáj a derekunk a hajudozástól. Ha nagyobb dolgokat szedtünk volna föl, talán nem lenne ilyen, de az a sok kis csík. Papír zsebkendő, eldobott csoki papírok, meg ilyesmék. Egy pár kis üveg, ezek a azok a vicipizik, meg reklám. Anyagok. Tavaly 240 zsáknyi szemét gyűlt össze néhány óra alatt Tolnán és a Mözsi város részben. Azok közül, akik már akkor is kesztyűt húztak, többen most arra vállalkoztak, hogy rekordot döntenek, és még az egy évvel ezelőttinél is több hulladéktól szabadítják meg a várost, pedig, ahogy mondták, most láthatóan tisztábbak voltak az utcák. Legalább 10 utca volt, amit most mi vállaltunk, és hát ilyen 10-15 zsák körül az összejött. A tavalyihoz képest azért lényegesen kevesebb már. Tavaly sokkal több volt. Úgyhogy most már talán nem szemetelnek annyira, de így is van még elég sok flakonok, csikkek, mindenféle szemét, amit kidobálnak. Elég nagy csapattal vannak, sőt, ha jól látom, akkor önök a legnagyobb csapat. Mit lehet önökről tudni? Hát nagy családosok vagyunk, az én családom is itt van, meg hát legtöbb nagy családos, aki itt van, gyerekekkel. Úgyhogy mindenki nagyon szorgalmasan szedi. És a gyerekek mit szólnak ehhez? A gyerekek örömmel jöttek, mindegyik. Mindegyik örömmel jött. Igen, örömmel jöttek. Mert ugye ez egy kis mozgás is, meg a tisztaságért, hogy ne legyen szemét. Ezek a felvételek már a Duna holták partján készültek. Itt a hölgyek munkája mellett két erős férfi kézre is szükség volt. A város önkormányzata ugyanis már hagyományosan idén is babgulyással vendégelte meg az önkéntes szemétszedőket. Még a 200-at is összességében meg fogja haladni a résztvevők száma. Nagyon-nagyon örültünk annak, hogy a civil egyesületeken és a sportegyesületeken túl magánszemélyek, iskolák is csatlakoztak ehhez az akcióhoz. Tehát összesen akár még a 300-at is meghaladhatja a résztvevők száma. Ennek a nagy része ma délután, és van olyan egyesület, aki holnap délután fogja gyűjteni a szemetet. Nagyon sok szemetet sikerült összegyűjtenünk, nem csak a városból, hanem a város olyan külterületeiről is, amik frekventált útvonalak mellett vannak. Azon túl, hogy megszűnik a szemét a városban, és eltakarításra kerül, azért az is nagyon-nagyon fontos, hogy még szorosabb közösségé kovácsolja a város lakóit, és én azt gondolom, hogy ennek legalább ugyanolyan fontos szerepe van, mint a szemétszedés, mint magának a tevékenységnek. Tehát örülök annak, hogy a civil egyesületek közül is nagyon-nagyon sokan, gyerekek közül is nagyon-nagyon sokan részt vettek ezen az akción, és mi egy babgulyással köszönjük meg a résztvevőknek, hogy eljöttek ide hozzánk szemetet szedni, és a város tisztábbá tenni. Hiba lenne nem megemlíteni a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Telena Kft. Dolgozóinak a munkáját, akik az Aliszka Terrával közösen vállalták az összegyűlt szemét elszállítását.
A Terena Kft. Annyiban veszi ki a részét, hogy segít beszállítani a Tolnán lévő hulladékudvarba. Tulajdonképpen az Aliszka Terra lesz az, aki majd a végleges helyére fogja ezt a szemetet szállítani. Mi a saját Kft.-nket arra kértük, és azzal bíztuk meg, hogy a zsákokat szedje össze, és szállítsa be a hulladékudvarba. Beszállítandó zsákból pedig bőven volt. Tolnán ugyanis több mint 100 köbméter szemetet gyűjtöttek össze a város lakói idén. Ezek után pedig igen valószínű, hogy a város jövőre is ott lesz a Teszed országos programsorozat részvevői között. Most rövid reklámblokk következik, maradjanak velünk! Friss hús, mindegy, hogy sertés vagy marha, eladónk készen ön elé rakja, és a szárnyas húsra se legyen gondja. Ez még nem minden, nálunk füstöltáruk, savanyúságok, delikát esztermékek is várják vásárlóinkat. Ha a főzés a gondja, pecsenyesütőnk az udvarban ezt is megoldja. Hurka, kolbász, pecsenye, hamburger, kirosz vagy akár egy tál ételeink közül is választhat. Keressen minket, Ínyenc Birodalom Tolnán, a sportcsarnokkal szemben. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel, két helyen, Tolnán a Penny Markettal szemben, Szekszárdon pedig a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Megújult tavaszi körutas kínálattal várjuk minden kedves utasunkat. A jól megszokott egynapos városlátogatások vagy plitvicei hétvégék mellett az idén Prágába, május 1-én a Gardató vidékére, még augusztusban egészen a balti államokig kalauzoljuk önöket. Közkívánatra az idén újra a rövid nyaralás az Adrián, Omisajban a Krökkösziget lábánál 3 és 4 éjszakás turnusokban már 44 ezer forint per főtől foglalható. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Autója elromlott, időszakos kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát. Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos Boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bos alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat. Bos Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdasági és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás, benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint, egy döntetlen, egy vereség, egy győzelem a csapat sportágban, a tolnaiak, illetve mözsiek elmúlt hétvégi mérlege, mutatjuk is a részleteket. Nem ok nélkül tartottak a tolnamözsi futzálos lányok a gyulai amazonok elleni éppen soros hazai mérkőzésüktől a bajnokság folytatásában. A Békés megyeieknek van egy kellemetlen stílusa, de játékerőben is közelítenek a női NB1 négy meghatározó csapatához, az Asztrához, a Szekszárdhoz, a Hajdúböszörményhez és a tolnamözshöz persze. Ezt jól tükrözi a táblázaton elfoglalt ötödik helyük is. Ahhoz, hogy tovább növelje egy pontos előnyét a Gyulával szemben, a tolnamözs mindenképpen győzni kellett volna. Ami sajnos az első félidő gyenge teljesítménye miatt elsősorban nem jött össze ezúttal. 2-1-es hátrányból indulva az összjáték pontosságában nagyot javulva, a második játékrész már teljes egészében a tolnamözsé volt. Varga Adélnak a 34. percben, majd Garai Simon Boglárkának 3 perccel később szerzett góljával vezetett már a tolnamözs. 2 perccel egyébként a mérkőzés befejezés előtt jött a fekete leves. Egyenlített ugyanis a Gyula, és továbbra is tapad a békési csapat a 4. helyen maradt riválisára, és az alapszakasz még hátralevő mérkőzésein nagy harc várható a két csapat között, amíg felsőházi
rájátszást ígérő negyedik hely megszerzéséért. Már csak azért is, mert a gyulaiaknak van még egy elmaradt mérkőzésük is. Bajban volt egy fél időn át a Tolna VFC is, a megyei első osztályú bajnokság folytatásaként a Kakasd ellen odahaza. Az első fél időben még 2-1-re vezetett Tolnán a vendégcsapat, szünet után átérezve a meccs fontosságát, azt, hogy nem kerülhetnek további pont hátrányba a második helyzet Bonyháddal és a listavezető Tamásival szemben, megfordította Blatt Pál és Calka Sebastian góljaival Buzás Attila csapata a meccset 3-2-re, ez maradt a végeredmény, és megmaradt a 4 pontos előnye a tolnai csapatnak a megyei első osztályú bajnokságban a 3. helyen a mögötte álló 4. Dombovárral szemben. Nem lehettek győzelmi reményeik a női kézilabda NB1 15. fordulójában a 10. helyen álló Tolna KC-nek az első helyen tanyázó Kozár Misleny ellen hazai környezetben sem. A kiemelkedő 20-22 éves tehetségek egész sorát fölvonultató baranyai csapat gyorsindításokból azonnal büntetett, és megtalálták a vendégek a lazán szőtt tolnai hatosfal résein kínálkozó gólszerzési lehetőségeket, éltek is nagyon sokszor ezzel. 6 gólos különbség alakult ki a két csapat között, és ez a mérkőzés végére a felére 3-ra csökkent. Annak köszönhetően is, hogy Gál Dóráik védekezése már kezdett ahhoz hasonlítani, amit egy héttel ezelőtt a Siófoki U22-es rendkívül jó csapat ellen bemutattak, és bravúr győzelmet értek el ezzel. A Kozár Misleny elleni sikerhez ez, pontosabban 30 percig tartó jó játék kevés volt a pontszerzéshez, de a tisztes helytálláshoz, a 3 gólos különbséghez, a 25-22-es vereséghez bőven elég. Már ennyi fért a Telena magazinba, köszönjük, hogy minket néztek, tegyenek így legközelebb is, viszontlátásra!